Az ezredik, aki Kanadában megkapta a magyar állampolgárságot, a karon ülő Mosónella Angelina lett. Összesen 71-en tették le Torontóban az állampolgársági esküt az október 23-i ünnepi megemlékezés felvezetéseként, amelynek díszvendége a köztársasági elnök volt. Az államfő üzenete szerint a magyar szabadság ügye mindennél szorosabb kötelék a magyar nemzethez tartozók között. Én azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal, ahol határon túlélő magyar közösségek, akik 1956 óta folyamatosan ápolják az 56-os forradalom emlékét, ha csak lehetőség és mód kínálkozik erre, a magyar államnak, a mindenkori magyar állam képviselőinek az a felelőssége és kötelessége, hogy lehetőséget biztosítsanak a közös ünneplésre. Az Ontario-tó partján létrehozott Budapest Parkban Áder János megkoszorúzta az 56-osok emlékművét. Az államfő találkozott a torontói magyarok vezetőivel, és megtekintette azt az irodát is, amelyben a jövő év elejétől a 4 esztendő után újból megnyitott főkonzulátus fogadja majd az ügyfeleket. Áder János az első köztársasági elnök, aki 1956 évfordulóján felkeresi az észak-amerikai magyar közösségeket. Innen Torontóból Bostonba, Los Angelesbe, San Franciscóba és Vancouverbe utazik tovább. A Híradót Pogár Demeter tudósította.